Az SEG Automotive 2018-ban alakult a Bosch SG divíziójának kiválását követően. 14 országban vagyunk jelen, és nagyságrendileg 7000 munkavállalót foglalkoztatunk világszerte. Az indító motorokat és generátorokat gyártó cég észak-magyarországi telephelyének egyik legnagyobb kihívása a gyár és a tőle 2,5 kilométerre elhelyezkedő alapanyag és késztermékraktár közötti távolság logisztikai jellegű áthidalása. Ahhoz, hogy a gyártósorok folyamatosan tudjanak üzemelni, 5 kamionnal mozgatjuk az anyagot a két telephely között. Ez a folyamat rengeteg adminisztrációs időt, költséget és erőforrást igényel, valamint számos hiba lehetőséget rejt magában. Szükség volt új, innovatív technológia bevezetésére, amely a hagyományos adatbeviteli feladatok, módszerek és eszközök újragondolásával, sok esetben mellőzésével, a háttérből támogatja az így automatizált anyagáramlási folyamatokat. Milyen technológiák jöhettek szóba? Az RTLS beltéri helymeghatározó rendszer és a Pick-by-Voice hangalapú raktári kiszedési rendszer, melyek Magyarországon 2018-ban még unikumnak számítottak. A SEGA ezen építőelemek alkalmazásával a saját intralogisztikai rendszerét kimagasló szintre emelte és megvalósította az addig elképzelhetetlen logisztikai kihívást. Nézzük meg a teljes folyamatot. Az alapanyag berendelése logikailag és fizikailag is a gyártósorról indul. Ezt követően a belső megrendelés az úgynevezett shopping list átküldése kerül a Pick-by-Voice rendszerbe. A Pick-by-Voice egy automatizált hangalapú kiszedési rendszer, amely abban segít a komissiózó kollégának, hogy optimális úton jusson el az alapanyagok tárhelyére. A tárhelyhez megérkezve a rendszer automatizált hangutasításokkal segíti a dolgozót a kiszedésben. A komissiózó munkatársak az alapanyagokat mozgatható polcokra készítik fel. A polcok egyedi azonosítóval, vagy más néven RTLS taggel vannak ellátva, melyek az RTLS rendszer alapelemei. Ezek segítségével 30 cm-es pontosságra meg tudjuk mondani, hogy az adott polc hol található a raktáron vagy a gyáron belül. Az összekészített alapanyag és az RTLS taggel ellátott polc összerendelésre kerül. Ezt követően a komissiózó kolléga a már összekészített polcot a lekészítési területre viszi, melyek innen kerülnek fel a kamionra. A kamionra rakodással párhuzamosan egy szállítólevél is készül. A polcokon lévő alapanyagok a virtuális zónákon áthaladva az RTLS rendszer által automatikus módon felírásra kerülnek a szállítólevélre. A megrakott kamion több mint 2,5 kilométeres utat tesz meg a gyárig. A gyárban az alapanyagok beérkeztetése az RTLS segítségével szintén automatikus. A kamionról leszedett polcok ezt követően a FIFO utcákba kerülnek. Innen történik az alapanyagok kiszállítása a gyártósorra, miközben a virtuális zónákon áthaladva automatikusan könyveli őket az RTLS rendszer. Ezt a folyamatot a kollégáink is követhetik a képernyőn. Milyen eredményeket hozott az új technológia? Projektünk végterméke egy sokkal hatékonyabb és pontosabb logisztikai folyamat. Ezt úgy értük el, hogy a lépések számát csökkentettük, és a felszabaduló munkaerőt átcsoportosítottuk. A komissiózási idő lecsökkent, a könyvelés pontossága pedig az automatizálás következtében megnőtt. Az IBCS által szállított és a saját rendszereink együttműködésének köszönhetően sikerült a korábbi 6 órás átfutási időt a felére csökkenteni és 15%-os erőforrás megtakarítást elérni. A csapatommal arra vagyok a legbüszkébb, hogy az új technológiák alkalmazásával megtettük az első lépést a digitalizáció felé. Az elmúlt 4 hónap megmutatta számomra, hogy hogyan javulhat a nagyvállalati logisztika hatékonysága a jövőben.